A pécsi magasház bontása látható ezeken a korábbi felvételeken. A betontörmelék ahhoz a családi vállalkozáshoz került, amely homokbányákat működtet a Baranyai megyeszékhely közelében. Az építési hulladékot pedig újrahasznosítja. Amikor a magasházat lebontották itt a városban, akkor az oda került ki a homokbányába. Az újrahasznosítása és annak az előkezelése, a kezelése ott történt meg, ott szétválasztásra került a beton és az acél, és a beton pedig újrahasznosítás során a városi önkormányzattal közösen is összefogva a városi önkormányzat hasznosította. Útépítésnél használta fel az önkormányzat az összetört betont. Ez a cég most állami támogatást kapott fejlesztéseihez 125 millió forintot. Ebből az irodaházuk energetikai korszerűsítése valósul meg, valamint az építési hulladék újrahasznosításához gépek, eszközök kerülnek beszerzésre. A Kft. Azonban csak az egyik azoknak a vállalkozásoknak, amelyek fejlesztését segíti az állam Baranya megyében. Az a 304 baranyai vállalkozás, amely az elmúlt hónapokban kormányzat támogatásával mintegy 29 milliárd forintnyi fejlesztési forrásban részesült, az én azt gondolom, hogy valóban fog tudni egyet lépni előre. Ezek zömében olyan vállalkozások, amelyek több éve, több évtizede működnek Baranyában és Pécset. Kis és középvállalkozásokhoz jutott ez a forrás, amelyek helyi tulajdonosi körrel rendelkeznek. A fejlesztések révén munkahelyek jönnek létre, illetve az energetikai költségeik csökkennek, valamint az újrahasznosítás is szerepelt a célok között, amivel a környezeti terhelést tudják mérsékelni.